Benkő Orsolya vagyok, 22 éves, 4 éve ismertem meg a férjemet, és 2 éve házas vagyok, és nagyon büszke vagyok erre. Az ELTE Állami és Jogtudományi Karán vagyok, negyedéves joghallgató, több mint egy éve dolgozom a Váci utcában egy elég jól menő ügyvédi irodában, ahova többek között azért vettek fel, mert látták, hogy házas vagyok az önéletrajzomból, amit elküldtem, és úgy azt mondták, hogy úgy gondolják, hogy olyan ember, aki el tudja magát hosszan kötelezni az életben, egy férfi mellett, az a munkahelyén is jobban meg fogja állni a helyét. Sziasztok, Csoma Viktória vagyok, 4,5 éve vagyok házas, 26 éves vagyok, van egy 2,5 éves kisfiam. Én fél éve úgy döntöttem, hogy visszamegyek dolgozni, úgy alakult, hogy anyukám elment nyugdíjba, és én ezt választottam, hogy akkor visszamegyek 8 órában dolgozni. Én az APEC informatikai intézeténél dolgozok, és nagyon jó így fiatalon dolgozni, fiatalon belátni olyan munka lehetőségbe, amit idősebben már az ember nehezen tanul meg. Úgyhogy én ezt mindenkinek tudom tanácsolni, hogy nyugodtan, fiatalon vállaljanak munkát, gyerekeket. A férjemmel úgy döntöttünk már házasság elején, hogy mi sok gyermeket szeretnénk vállalni, ezért ez sem akadály, hogy én dolgozok így az első gyermekünk mellett. Teljes mértékben erősíti a gyerekemmel a kapcsolatot, a férjemmel is a házasságunkat, ami az elsődleges. Üveges Sára vagyok, 22 éves, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója, és egy nemzetközi cégnél dolgozom a sales munkakörben, félmunkaidőben. Férnél vagyok. Úgy gondolom, hogy érdemes fiatalon gyermekeket vállalni, amikor az ember egészséges, bírja fizikailag is, és utána vissza tud illeszkedni könnyebben a munkaerőpiacra, mint hogyha a 30-as évei végén lát neki csak a család alapításnak. Úgy gondolom, hogy amikor az embernek lehetősége van az életben elkötelezni magát egy nagyszerű ember mellett, akivel közös jövőn tudnak gondolkodni, akivel közös célokat tudnak kitűzni, akkor érdemes megtenni ezt a lépést, és nagyon remélem, hogy a jövőben egyre inkább felismerik ezt a munkaadók is, és az állam is, hogy milyen nagy potenciál rejlik az ilyen fiatal édesanyákban és munkavállalókban. Közben megkérjük a NEI Egyesületnek a képviselőjét, Szobota Orsolyát, hogy mutassa be az Egyesületet. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szobota Orsolya vagyok, a NEI Egyesület elnöke. Az Egyesületünk az egy rövidítés igazából Nők Európa Jövőjéért, angolul pedig Women Involved in the Future of Europe, ami WIFE, ilyen elmés. Elsődleges célunk a házasság és a gyermekvállalás népszerűsítése. Hisszük azt, hogy a 60-as évek szexforradalma után is van értelme és értéke visszatérni ehhez az évezredes intézményhez, mint a házasság, érdemes gyereket vállalni. Szeretnénk a nők pozitív szerepét promotálni, erősíteni a társadalomban, a munkavilágában. Úgy gondoljuk, hogy nincs ellentétben a házasság, a család, a gyermekvállalás és a karrier, és ezt leginkább élő példákkal szeretnénk illusztrálni. Berecki Attilát és Enikőt szeretném, majd ők lesznek a második felszólaló, illetve felszólalók ezen az előadáson. Enikő a Nők Európa Jövőért Egyesület egyik aktív tagja, Attila pedig a férje. Köszönöm szépen! Tehát, mint hallottátok, Berecki Enikőnek hívnak, a NEI Egyesület aktív tagja vagyok. Mindemellett itt az ELTE-n dolgozom, kommunikációs és pályázati ügyvivő szakértőként a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karon. Jelenleg azonban gyesen vagyok a harmadik gyerekünkkel. Attilával 10 éve lassan házasok vagyunk, és egy kicsit zavarban is vagyok, be kell, hogy valljam, mivel nem készültünk szakanyaggal, tudományos előadással, prezentációval sem, de rögtön hozzá is szeretném fűzni, hogy emiatt nem szorongok, mert tudatosan nem készültünk szakmai anyaggal. Laikus szemmel szeretnénk veletek megosztani néhány gondolatot a házasságról, párválasztásról. Miért választottuk ezt a módot, hogy ilyen nyitottabban, személyesebben adjunk át néhány gondolatot?
Hát talán azért is, mert magunk is házasok vagyunk 10 éve, így ebbe élünk, talán ez így életszerű számotokra is. Másrészt pedig azért, mert nemrég tartottunk egy 25 órás párválasztás témájú tréningsorozatot a miskolci kistérségben fiataloknak. Itt informális módon dolgoztuk fel ezt az anyagot, különböző játékokkal, értékrendi játékokkal, önismereti játékokkal, ami nagyon érdekelte a fiatalokat, de a visszacsatolásokból arra következtettünk, hogy a leghasznosabb, legértékesebb az volt számukra, amikor valahogy egy kicsit elkanyarodtunk a játékoktól, és egy ilyen kötetlenebb beszélgetés alakult ki. Azt látjuk ugyanis, hogy ez a korosztály, nagyon sok kérdés vetődik fel benne, komoly döntések előtt állnak, nem csak párválasztás tekintetében, hanem pályaválasztás tekintetében is. És elsősorban ugye az rájuk jellemző, az életkori sajátosságokból kifolyólag, hogy ezeket az információkat nem a szüleiktől gyűjtik be, kortársaiktól viszont annyira nem tudnak fordulni segítségért, mert ők sem mentek át még ezeken az életszakaszokon, de talán segítség lehet nekik az, hogyha egy fiatalabb felnőtt, aki még talán generációban nincsen annyira távol tőlük, vissza tud emlékezni ezekre a döntési helyzetekre, tanácsokkal tudja ellátni őket, vagy egyszerűen csak beszélget velük. És talán ezen a fórumon is hasznos lesz egy ilyen, remélem. Azt az instrukciót kaptam így a szervezőktől, hogy gondoljuk át, én is és a férjem is Attila, hogy számunkra mit jelent a házasság, mit kaptunk, milyen pluszokat kaptunk így a házasság során. És hát erre ugye összesen van 20 percünk, hát így körülbelül gondolom, hogy a bevezető után maradt egy olyan 5 percem. Elég nehéz így összefoglalni a fontos dolgokat, de megkísérelem azért. És ahogy a Jordán mondta, hogy lehet hozzáfűzni a grafikonhoz néhány dolgot, akkor én most ezt meg is tenném. Valóban igaz, hogy a házasságkötések száma az csökkent, és a válások száma nőtt. Viszont Kopp Máriáéknak volt nem néhány éve, jó néhány éve már egy kutatásuk. Ő a népesedési kerekasztalnak volt a vezetője, nemrég elhunyt. Nagyon élharcos a témának, hogy minél több gyermek szülessen Magyarországon. És egy nagyon tiszteletre méltó személy számomra. És ő a kutatásuk során kimutatták, hogy a lakosság értékrendjében annak ellenére, hogy ilyen magas a válások száma, és csökkenőben van a házasság kötések száma, mégis a család és a gyerek vállalás fontos helyet foglal el. És én is azt láttam, amikor beszélgettem a lányokkal, hogy zömében a többség szeretne párt találni, párkapcsolatban szeretne élni, többségük még házasságot is szeretne a közeljövőben kötni, és gyereket is szeretne vállalni. És ilyen fontos kérdések foglalkoztatják őket, amire szeretnének választ kapni, gondolom többen ti is így vagytok ezzel. Én is így voltam 10-15 éve ezzel, és néhány dologot szeretnék csak kiemelni, amit úgy gondolom, hogy nekem fontos lett volna, ha többet foglalkozom ezekkel a dolgokkal, vagy hallok ezekről 15-20 éve. Az egyik az, hogy én úgy gondolom, hogy a társválasztásnál fontos a tudatosság. Fontos az, hogy az ember felkészüljön erre, vagy legalábbis tegyen lépéseket így a felkészülés felé. Itt, ahogy gondolkoztam ezen, találtam egy egyetemi tanárnak, dr. Hadas Miklósnak, a Corvinus Egyetem tanárának egy érdekes megállapítását, aki szerint nagyon nagy probléma az, hogy a fiatalok úgy gondolják, hogy a házasság alapja a szerelem. És így még specifikusabban az a szerelem, az a hollywoodi rózsaszín ködben lévő szerelem. És ezzel nagyon egyet tudok érteni, habár úgy gondolom, hogy ez a mi kapcsolatunknak is kiinduló pontja volt.
hogy és tovább lép itt a... És igen, így tovább lép, és azt mondja a tanár úr, hogy a szerelem elmúltával négy alapvető tényező köti össze a feleket. Ez a kölcsönös felelősség érzése, a közös vagyon, a szexualitás és a gyermekek nevelése. És szerinte, aki erre nem készül fel, az jó eséllyel számíthat arra, vagy legalábbis nagyobb eséllyel számíthat arra, hogy rosszabb lesz a házassága, vagy esetleg a házassága válással végződik. És én is úgy gondolom, hogy erre nagyon fontos felkészülni, akár ilyen fórumokra is eljárni, mint ez, bár nagyon kevés ilyen van. Úgy láttam, hogy nagyon szerencsések azok a fiatalok, akik valamilyen egyházi közösséghez kapcsolódnak, mert ott szerveznek párválasztásról, családalapításról konferenciákat, tréningeket, de szekuláris közegben ez annyira nem számottevő. Tehát fontos a tudatos felkészülés. Itt tovább is lépnék, ami nagyon fontos még, és nagyon ki is jött, ahogy a lányokkal vezettem a tréning foglalkozásokat. Én a lányokkal szerzett tapasztalataimról tudok beszélni, de gondolom, hogy a fiúknak is nagyon fontos ez. Itt az én kép az önismeret fontosság és az önértékelés. Lányoknál különösen fontos, mivel úgy gondolom, hogy a párválasztás előtti szakaszban is, hogy megismerjék azt, hogy kik ők valójában, és kit szeretnének választani. És fontos egy jófajta önmegbecsülés kiépítése, ami ebben a kelet-európai régióban elég sokak számára probléma, számomra is óriási nagy probléma volt. Ugyanis akkor talán nagyobb az esély arra, hogy egy olyan szemét választ az ember, aki őt is megbecsüli. Nem csak lebontva testrészekre, hanem mint egy egész személy, és ugye nem vagyok pszichológus, de talán a Kitty meg tudja erősíteni, olvastam erről, és talán itt helye is van elmondani. Igen, csak erről nincs tapasztalatom, de lehet, hogy a férjem fog erről beszélni. Csak azt szeretném, hogy a lányoknál, akik szexuális bántalmazásnak az áldozatai lettek, úgy tudom, hogy hajlamosabbak arra, hogy szexuális devianciákba elmerüljenek, és sokkal nehezebb nekik egy harmonikus párkapcsolatot kiépíteni. Nyilván azért is, mert ezek során, az események során a önértékelésük is valami módon sérült és be lett szennyezve. És ezért nagyon, nagyon fontos egyfajta helyes önértékelés kiépítése. Ez abban is segíthet sokszor az egyedülállókat azon az úton, azon az életszakaszon, amíg eljutnak a pár választásig, a döntésig, addig se gondolják azt, hogy ők egy másodrendű lények lennének, hanem magukat el tudják fogadni pár nélkül is. Ugyanis, hogyha valaki megházasodik, akkor is, mert fontos, hogy eleve úgy lépjen bele, hogy ő egy boldog, kiegyensúlyozott ember legjobb esetben. És a végszó pedig a házasság, a család, karrier kapcsán, ugyanis itt a szervezők kérték, hogy arról is ejtsünk egy-két mondatot, itt, hogy nálunk ez hogy működött, nekem ez mi segített, arról szeretnék mondani néhány gondolatot. Itt én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy, és lehet, hogy kicsit ellentmondok magamnak, hogy ugye mondtam, hogy nagyon fontos a felkészülés, házasságról kapcsolatos fórumokra járni, olvasni is. Mi is gondolkozunk azon, hogy esetleg így a nevben egy olvasmánylistát is összeállítunk. De fontos azért a házasságot úgy látni, hogy nem csak egy intézmény, hanem a házasság ez két emberen alapszik. És a házasságban, ahogy telnek a hétköznapok, a személyt látni, a másik személyt, és így az önmegvalósítás, a karrierépítés során is, én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a másik személynek, a házastársnak a személynek az előtérbe helyezése, a másik személy hasznának a keresése, amellett, hogy nekem is
telnek a napjaim, én is dolgozom, én is gyermekeket nevelek, és úgy gondolom, hogy ez rettenetesen nagy lendületet ad a hétköznapok nyüge során is, mert azért azok vannak, és abban is nagyon sokat segít az embernek, hogy a másiknak a sikerét talán úgy éri meg, mintha ez egy kicsit az ő sikere is lenne. Úgyhogy ha mérlegre kell pakolni azt, hogy nagyobb nyug van-e egy család alapításával, a családi hétköznapok megélésével, vagy több pozitívum, hogyha ezt a mérleg metaforát használnám, akkor azt tudom elmondani, hogy így a pozitívum az sokkal magasabbra tud emelkedni, így érdemes belevágni. Köszönöm szépen! Szervusztok, én Berecki Attilának hívnak, és ahogy már hallottátok, én Enikőnek a férje vagyok, és valóban a Nejnek a színeiben jöttünk. Ez egy kicsit ilyen ellentmondás, tehát nők Európa jövőért, tehát ezt szerettem volna tisztázni az elején. És én egy telekommunikációs cégnél vagyok pénzügyi, tehát a csoportvezető végül is, vagy így is mondhatjuk. És úgyhogy a gyengeségem a számok, illetve hát nagyon szeretem a számokat, úgyhogy amikor a Jordán bemutatta ezt a számsort, akkor egy kicsit, mikor rátekintettem, így megnyugodtam, hogy azért, hogyha látjátok, 1990 óta a válások száma olyan drasztikusan nem nagyon változik, ez ilyen azoknál az embereknél, akik sokat dolgoznak számokkal, ezek az eltérések nem jelentősek, úgyhogy... Én azt gondoltam, hogy azért olyan nagy gond nincsen, de hogyha átmegyünk a következő ábrára, akkor ez brutális. Tehát gyakorlatilag úgy állandó a válásoknak a száma, hogy a házasságkötések száma viszont rohamosan csökken. Tehát így viszont azok a számok, amelyeket ott látunk, ezek elég rémisztőek, és valóban igazából... Én is erről szerettem volna beszélni, amiről már így előttem hangzottak el az előadásban témák. Kicsit nehéz is a dolgom két ilyen felkészült előad után bármit is mondani érdekeset, de hát megpróbálom. Valóban voltunk egy ilyen 6 hónapos előadás sorozaton, amikor hát a miskolci kistérségről annyit kell tudni, hogy eléggé, tehát ezt mindenki tudja, hogy ott Borsodabói Zömplén megyének az a térsége és egy leszakadó területhez tartozik. Ezen közül olyan kollégiumokban tartottunk előadásokat, amelyekben nem feltétlenül a tehetséggondozás alatt lévő diákok voltak többségben, hanem inkább azok, akik oda kerültek, mert hogy erre volt lehetőségük. Tehát igazából ezzel a régióval ismerkedtünk meg, és a fiataloknak a véleményével a házassággal kapcsolatosan, és valóban nagyon sok tanulság volt benne. Igazából én azzal szeretnék csak így kezdeni, hogy ez egy tapasztalat volt. Az első előadáson mi is nagyon izgultunk, mint ahogy most pont, ugyanúgy, mint ahogy most izgulok. És nagyon meglepetés volt, nagyon pozitív volt a fogadtatás ennek az előadásnak, így a házasságról volt szó, és amikor vége lett az előadásnak, nagy megkönnyebbülés volt már. Egy ilyen tüzes tekintetű fiatal, ilyen passzos pólóban jött hozzám, hogy adjak neki tanácsot a barátnőjével való kapcsolatban, mert neki 2 van, és nem tudja, hogy melyiket válassza. És így hirtelen így mellbevágott a kérdés, hogy vajon itt mit tudnék mondani, nyilvánvalóan valamit kellett mondanom, tehát az nem volt verzió, hogy nem mondok semmit, hát hiszen én azért vagyok ott, hogy erről beszéljek. És gyakorlatilag ezzel, ahogy elkezdtünk beszélgetni ezzel a sráccal, egy nagyon érdekes dolgot mondott, ami úgy nagyon megragadt bennem, és talán ezzel ezt szeretném jobban kifejteni. Ő azt mondta, ez a fiatal srác, hogy ők a szórás nemzedéke. És első villanásra nem is nagyon értettem, hogy mit akar ezzel mondani, így az átlagtól való átlagos eltérésen kezdtem el gondolkodni, és nem értettem, hogy ez a matematikai függvény ez hogy jön ide, de próbáltam, tehát
próbáltam, de nem sikerült, és akkor utána kértem, hogy fejtse ki ezt a véleményét, és hát azt mondja, hogy a szórás nemzedék alatt azt érti, hogy ők az a nemzedék, ilyen 16 éves kora, 16-20 éves srácok voltak, én a fiúknak tartottam ugyanazt, amit az Enikő a lányoknak. Ők azt mondja, a szórás nemzedék alatt ő azt érti, hogy ők az a nemzedék, ami készen kap mindent. Készen kap mindent, tehát termékeket, szolgáltatásokat, az életet gyakorlatilag, és hogyha nem tetszik neki, akkor eldobja, és kap helyette egy másikat. És így én ezen elkezdtem gondolkodni, annak a függvényében, hogy az öngyilkosságoknak a száma a fiatalok között is hogyan alakul. Tehát gyakorlatilag így a fiatalságnak, és mások is azt mondták, hogy ezt tényleg így gondolják, de a fiatalság mindent, ami körülveszi őket, azt körülbelül úgy fogják fel, hogy egy kapott szolgáltatás, ami vagy jár nekik, vagy kapták, de mindegy. A lényeg az, hogy ez egy ilyen mintha egy szolgáltatást vennének egy mobil telekommunikációs cégtől, és hogyha nem jó, akkor azt eldobják, és kapnak helyette másikat. Az élettel egy kicsit problémában vannak, tehát ezt a nehézséget mi nem sikerült feloldaniuk, hogy akkor mi lesz, hogyha eldobják az életet, de ezen annyira sokat nem gondolkodtak még szerintem. Úgyhogy ezzel összefüggésben én is ezen gondolkodtam, hogy vajon mit lehet mondani ezeknek a fiataloknak, akik így gondolkodnak magáról, a házasságról is, hogy ha nem tetszik nekik, valami nem stimmel benne, vagy van egy meghibásodás a szoftverben, vagy nem fut le normálisan, akkor vesznek helyette másikat. És hogyha belegondolunk, akkor valóban ez történik a házasságukban. Azt gondolják, hogy gyakorlatilag, hogyha hibás egy szoftver, akkor kidobják és kapnak helyette másikat. Teljesen ez a mentalitás és ez az attitűd jellemzi, én is úgy gondolom a fiatalokat, és ahogy gondolkodtam, ugye hát ezt a felkérést kaptuk, hogy beszéljünk arról, hogy mi a jó házasságnak az alapja, amit ugye mi is megélünk így a feleségemmel. Azt tudom, most nehéz erről beszélni, meg kiváltképpen szlájdokat készíteni arról, hogy miért jó a házasságunk, tehát azt nem próbáltuk meg, ezt bocsássátok meg. Tehát így gyakorlatilag ugye azon gondolkodtunk, hogy mit is tudnánk nektek ezzel kapcsolatosan átadni, ami így félig meddig tudományos is. És igazából azt szeretném csak kifejteni, hogy mindez, amit mondunk, az arra alapszik, és erről azt hiszem szó volt is az elején, hogy a választásnak az elején annak átgondoltnak kell lennie. Tehát a jó házasságról beszélünk, itt mindenki arról fog beszélni, de minden jó házasságnak az alapja, az első lépés, az egy jó választás. Tehát mivel fiatalok vagytok, javarészek gondolom még itt a házasság előtt van, nagyon fontos ezt tudatosítani mindenkiből, hogy legalább annyit kell gondolkodni a választáson, én úgy érzem, illetve hallgatni az embernek a szívére, mint magában a házasságban gondolkodni és hallgatni a szívére. Tehát gyakorlatilag ez csak egy felkészülés lesz, amikor az ember társat választ magának a következő 5 évre, amikor ugyanezt kell megcsinálnia minden nap. Tehát ugyanazt el kell gondolkodni, és erről szeretnék igazából beszélni. Ugyanis én legalábbis ahogy a házasságomban azt tapasztaltam meg, hogy amit így el tudok nektek mondani, hogy mint az öregek mindig eszébe jutnak az embereknek, hogy ó, bezzeg az öregek azok nézzétek meg, hogy azok milyen jó, és hogy mennyire meg tudott maradni a házasságuk, és hogy mennyire kell, hát láttátok igazából ezeken a szlájdokon, hogy 1950-es években mondjuk a populáció sem volt gondolom akkora nagy a háború után, de azért jóval kevesebb volt a válásoknak az aránya. Vajon miért lehet az, hogy az idős emberek azok jobban meg tudták őrizni a házasságukat, és ahogy ezen gondolkodtam, én arra gondoltam, hogy igazából az idős embereknek az attitűdje és a mentalitása abban teljesen más a modern embernek a attitűdjénél, hogy akkoriban nem kapták készen, egy kicsit most rímel erre, amit a srác mondott, nem kapták készen a dolgokat, hanem mindenért meg kellett küzdeni őt. Tehát akkoriban a szolgáltatás iparág, mint olyan nem létezett gyakorlatilag, főleg így ezekben a területen, mint mondjuk Kelet-Európa, mindenért meg kellett dolgozni. Az volt, amit megtermeltek a gyárba, meg az volt, amit el tudtak adni, és pénzét tudtak tenni, tehát gyakorlatilag, amit a földből kihozott az ember. És ez egy olyan mentalitást igényel, hogy az ember elveti a magot, egyébként ez nagyon tetszett a srácoknak is, amikor meséltük, elveti a magot, és vár.
és még vár. És még vár. Tehát gyakorlatilag így vár, és egyszer csak kihajta maga földből, kijön, és akkor rájön az ember, hogy hát igaza volt apámnak, tehát így tényleg ki fog nőni, nincsen ezzel gond, és az a helyzet, hogy ez egy türelmet feltételez az emberbe, hogy türelmesen tud várni, és meg tudja várni annak a dolognak a gyümölcsét, amit elvetett. Na ez én szerintem, ez mélyen benne van az akkori, tehát az idősebb nemzedékben ez mélyen benne van, hogy valamiért, amiért az ember küzd és tenni akar, vagy hát eredmény szeretne elérni, gyakorlatilag azért türelemmel kell várni. Tehát ez ember beleadja azt, ami van, gyakorlatilag is várja, hogy megjöjjön gyakorlatilag ennek az eredménye. Én úgy gondolom, hogy ez a mostani nemzedékben ez nincsen benne, tehát képtelenek várni. Tehát ők szolgáltatást vesznek, és hogyha a mobil szolgáltató 72 órán belül nem aktiválja az 50%-os diszkont csomagot, akkor balhé van. Tehát akkor az ügyfélszolgálat zengéségnek a vonalak. Na most gyakorlatilag ez ugyan régen nem létezett, és a házassággal ugyanez van. És amit én megtapasztaltam, most már szeretném végére zárni ezt a mondatot, vagy ezt a gondolatot, én is ugyanezt tapasztaltam. Tehát az embernek türelmesnek kell lennie, és abban is legyetek biztosak, hogy minden ember, aki itt ül ebben a teremben, genetikailag képes arra, hogy jó házas fél legyen. Tehát ezt is fontos volt, hogy azoknak a fiataloknak ott elmondjuk, mert ebben is voltak kétségek, ahol a feleségem is elmondta, hogy sokan azt gondolták, hogy képtelenek jó házastársak lenni. Higgyétek el nekem, hogy az ember úgy van összerakva, hogy képes arra, hogy genetikailag egy jó házastárs legyen, nem képtelen rá. Mert ugye sokszor előfordul az, hogy azt mondják, hogy én szerintem nem nekem való ez a dolog. Pedig ez nem így van. Az ember úgy van összerakva, hogy képes arra, hogy jó házastárs legyen, csak várnia kell. Ki kell várnia gyakorlatilag azt, amire neki szüksége, illetve hát a házasságban meg tud kapni, illetve hát ami házasság maga. Úgyhogy igazából én erről szerettem volna nektek beszélni, amit én megtapasztaltam, illetve hát volt még egy feladatunk, hogy a karrierről is beszéljünk. Na most csillogó karriert nem tudok felmutatni nektek a személyemben, viszont így gondolkodtam az egésznek a gyökerén, hogy vajon a házasság hol ér össze a karrierrel. És rájöttem, illetve hát gondolkodtunk, sokat beszélgettünk a feleségemmel is erről, hogy ahogy beszélgettünk, így világosodott meg, hogy maga a karrier és a család az egytőről fakad. Ugyanis ahogy én a munkahelyemen tapasztaltam, én azt látom, hogy akkor tud egy ember előre jutni egy munkahelyen, és szerintem bármilyen munkahelyen így van, hogyha képes arra, hogy időt áldozzon az idejéből szívós, kemény munkával, hogy valamit kihozzon újat. Azt, hogyha valaki a felszínt kapargatja csak bármilyen munkakörben, előbb-utóbb az ki fog jönni. Tehát rá fognak jönni arra, hogy nem tud hozzáadott értéket képviselni annak a cégnek a számára. És higgyétek el, ez mindennel így van. A cég is ugyanazt keresi, minden cég ugyanazt keresi, hogy az az ember azokkal az erőforrásokkal, amivel rendelkezik egy cég, hogy tud hozzáadott értéket adni ahhoz a céghez, vagy képviselni. És ez a szívós munkának a lényege, hogy az ember nézi, és megpróbálja megtalálni azt, ami még nincsen, ami még szüksége lehet rá, és kihozni belőle azt, amire ennek a cégnek még szükség lehet, és a házasság az teljesen tök ugyanez. Én ezt tapasztaltam meg. Az embernek szívós munkával, és erről már a Kitti is beszélt így előtte, nagyon örültem, hogy szóba került, és ez a téma, tehát maga házasság egy ugyanilyen szívós munka, főleg az elején. Nagyon az embernek át kell gondolnia, hogy mi az, amire tényleg a házastársának szüksége van, mi az, ami benne teljesen selejt, alkalmatlan arra, hogy most ez tovább menjen, és nem kell félni az embernek ezeket ledobni, mint egy csomagot magáról. Azt kérdezik tőlem így a munkatársaim, mert hát ott se divat a házasság, sőt, illetve elég sokan problémával küzdenek így a házasság területen, hogy miért jó ez a házasság, és akkor azt szoktam nekik mondani, hogy csak annyival, hogy kapsz egy vadonatúj életet, miután a feleségeddel már így megvagy, és ez ezerszer izgalmasabb bármilyen más olyan életnél, ami azelőtt volt. Tehát az, hogyha ketten éltek együtt, az összesre lehet hasonlítani azzal az élettel, amivel mondjuk egyedül éltél. Tehát ez sokkal izgalmasabb, úgyhogy én ezzel szeretném zárni a mondanomat. Köszönöm szépen, hogy meghallgatottam, és akkor átadnám a szót Jordánnak. Köszönjük szépen!